Na, kezdődik a Baofeng próba, kapcsoljuk be a rádiót. Az on-off gombbal bekapcsolás után kéri az akkumulátor feszültséget, és alapból a műsorvevő rádiót veszi. Nyomjunk egy PTT-t. Én már itt beállítottam rajta balatoni papagájnak a frekvenciáját. Csináljunk vele egy próbaadást. A dual viven van, úgyhogy visszaugrik. Csinálunk egy próbaadást vele. 1-2-3-4 próba a balatoni papagájon, Baofeng, dual rádió. 3-4 próba a balatoni papagájon, Baofeng, dual rádió. A menügombbal tudunk belépni a menübe. Hát a papagáj tőlünk kb. 3 km-re van, ezt most kis teljesítménybe próbáltuk. Itt teljesen szép, tiszta hangja van a pici antennával. Meglepően könnyű kezelni a rádiót. Most megint visszaváltott, kapcsoljuk ki ezt a dual vid módot. Nem kell nekünk ez a dual vid. A menügombbal tudunk belépni a menübe. Azt mondja, hogy az 1-es menünk az a vételi CTC, SS és DC, 2-es az az adás CTC, SS és DC. Van egy SQL-ünk, ugye ez a zajzár, van egy világításunk, van egy beepünk, mi van még, van itt egy vox, ugye ez a kéz nélküli mód, van egy teljesítményállításunk, ez a 7-es menüpont, mindenféle menüt az U per V-vel tudunk választani, tehát jobb a füle a rádiónak, akkor mi van még itt nekünk, van egy save, van egy adásidőkorlátunk, ezt is még meg kell néznem, hogy mi csoda pontosan, és megint visszajöttünk, és egy PTT nyomásra ki tudunk lépni a menüből. Ezt még meg kell majd néznem, hogy lehet kapcsolni ezt a műsorvevő dolgot. Ugye itt a rádió oldalán a PTT gomb, itt egy funkció gomb, ez pedig egy világítás, fantasztikus. Ugye ez a kibekapcsoló gomb, ez a VHF-UHF váltó gomb, ez a menü gomb, ezzel lehet a hangerőt állítani. Akkor itt oldalt van a headset csatlakozó és a töltő csatlakozó. A csatornaváltó és menüváltó gombot azt ugye úgy lehet használni, hogy fel kell húzni. Tehát fel kell húzni és csak úgy lehet választani. Lenyomjuk, akkor nem megy sehova. Az antenna csatlakozó az normál SMA csatlakozós. Úgyhogy bármilyen normál SMA-s antennát rá lehet rakni. Itt van egy ilyen kis nyakpántnak való helyünk. Itt talul az akkumulátor hátlap felőnek a rögzítője, ezt lehúztuk, és akkor le is lehet venni az akkumulátort, és akkor itt látszik benne az akkumulátor. Az akkumulátor az pedig 1200 mA-es. Itt pedig a csavara az övcsatnak. Az övcsatnak a csavar. Hát egy kézzel egy picit nehézkes visszarakni, de visszaraktuk, úgy, hogy ennyi. Visszarakjuk az antennát is. Na, visszatudjuk. És miért tudnánk? Csináljunk még egy próbát itt a videó végére. 1-2-3-4 próba a balatoni papagájra, Baofeng, VHF, UHF, mini rádió, kis teljesítmény. Papagájra, Baofeng, VHF, UHF, mini rádió, kis teljesítmény. Teljesen tökéletes, szép, tiszta hang, nincsen semmi morgás, doboz és egyéb nyalánkság. Na, egyelőre ennyi, nekem tetszik a szerkezet. Hát a méretéről csak annyit, hogy itt egy Kenwood THF7-es, és a Kenwood THF7-es se egy nagy rádió, úgyhogy meg lehet nézni a kettőt, hogy mekkora. Pici. Na, egyelőre ennyi.